Thank you.
Szeretném megkérni, hogy jöjjenek előre, egy kis meglepetés következik számukra. Szeretném megkérni a szökelő csoportot, hogy egy picit jöjjön közelebb, mert folytatjuk még ezt az ünnepet, hiszen elhangzott ma már többször, hogy ünnepelünk. Amikor ünnepelünk, akkor általában ajándékozni is szoktunk. Most Gergő bácsi szeretnének megajándékozni benneteket abból az alkalomból, hogy az alapfok végére értetek. Jövőre is velünk fogtok táncolni, folytatjátok, de most szeretnénk mégis megünnepelni azt, hogy az alapok végére értetek. Mi az ajándék? Engedélyt kaptam rá, hogy eláruljam. A lányok hímzett, gyöngyel, kivart szalagot kaptak, Nagy Anna készítette őket, a fiúk pedig eredeti pásztorfaragással díszített ivócsanakot, Gurmai Ferenc restaurátor készítette számotokra. Mindegyik ivócsanak más és más, egyedi, az egyéniségeteknek megfelelő, a lányoknak is, a monogramjukkal hímzett szalag kerül kiosztásra. Fogadjátok szeretettel! Annyit szeretnék elmondani, egyrészt Zsófi, te, aki már végeztél és tavaly hasonlóan, tehát gyere, légy szíves, és segítsél nekünk, mint aki ezen már túl van, segíts felavatni, beavatni a további időszakban a többieket. Köszönjük. Amit még szerettem volna mondani, hogy színpadon itt áll mellettünk Hertel Szilvia, aki iskolán néptánc tanára is. Ha minden igaz, akkor a 2014. szeptemberi időszaktól kezdődően fog visszatérni a tanításba, de a háttérben most is aktívan közreműködik, és ő néhány évig tanította ennek a csoportnak a nagyon részét, úgyhogy ő is készült egy kevés kis ajándékkal. Szilvi, szeretnél-e valamit mondani erről? Ha megengeditek, akkor néhány kedves szót mondanék nektek. Kedves 8-os nagy lányok és legények, 2 évet taníthattam nektek a néptáncot, és hogyha emlékeztek, akkor az utolsó évben voltunk 2 Bodonyon néptánctáborban, és ott ellátogattunk egy Bognár bácsi műhelyébe. Ha emlékeztek, akkor a kapujához föl volt vésve az a mondat, hogy könnyen eljár 1-2 óra, minden percét használd jóra. Na hát én úgy gondolom, hogy ti nem csak 1-2 percét használtátok jóra, hanem igyekeztetek nagyon sok hasznos dolgot tanulni tőle, Gergő bácsitól és a Sulitól. Én nagyon köszönöm nektek azt a 2 évet, és Gergő bácsinak azt a maradék 5-öt, és Józsi bácsinak azt az 1-et, hogy tovább vitt benneteket, és nem hagyott elkalődni. És kívánom nektek, hogy a következő esztendőkben sem hagyjátok abban a táncot. Reméljük, hogy még fogunk együtt táncolni, akármelyik színpadon. Letállva szemben átadjuk ezeket az ajándékokat.
előadás után majd a tulajdonosokkal lehet egyeztetni, hogy megmutatják, vagy nem mutatják. A lányok pedig, ha minden igaz, akkor fölkerül most a hajukba ez a szallag, és így felabatottan fogják táncolni a további táncokat a mai estében. Az ivócsanakokról annyit, hogy ezek igazából értékes dísztárgyak, de ha jól számol, akkor még kb. 4 évet kell várni, és akkor használni is lehet majd. Gergő bácsi, te sem menj messzire, mert a gyerekek is készültek számodra egy kis meglepetéssel, egy kis ajándékkal. Kérném Evelint és Mátét, akkor jöjjenek ide, és adják át az ajándékot. Csak mikrofonon. Evelin, nagyon szépen köszönöm. Ezt holnap után lehet az interneten. Táncház módszer, van rajta két táncoló párnak a dombor alakja, másik oldalon elmondja, hogy Magyarország egy gyönyörű szép kivart tulipánnak a mintája, valami dátum is van rajta, ezt nem tudom elolvasni, és alatta van az, hogy 3000 forint, ezek szerint. Erről csak az jutott eszembe, hogyha valaki nem tudná, a Magyar Táncház módszer tavaly ősszel talán az UNESCO világörökségi védelembe vette. Az a módszer, amivel mi is foglalkozunk a gyerekekkel, ez a világon egy kuriózum, hogy a táncot anyanyelvként tanítjuk meg, és csak utána kerül színpadra. Ezért a gyerekek, amikor eljutnak egy táncházba, akkor tudnak táncolni, nem csak a koreográfiát, hanem egyszerűen bulizásban tudnak táncolni. Ez adja azt, hogy vannak olyan táncházak, ahol több száz éves zenék, táncok, táncolódnak, zenélődnek, viszont a fiatalok, akik részt vesznek benne, 20 év alatti korosztály, sokszor mindenki, és hát ez úgy tűnik, hogy biztosítja azt, hogy ez a kultúra fennmaradjon. Nagyon szépen köszönöm, és én nem megyek hátra meghatódni, de átadom a szót. Természetesen a szökellő csoportot fogjuk látni, lábunkon a tánc, szívünkben az ének. Dobó Máté Szatmári botolót táncol, Kujkus Evelin és Földi Máté Szatmári csárdást, Kovács Réka és Dobó Máté Rimóci csárdást, Török Zsombor Kalotaszegé legényes, Frejsári és Szapó Bendegóz Délalföldi lassús és frisses,
Kovács Orsolya, Tóth Dóri, Boron Zsófi, Ozsvák Norbert, Moldvai Keresel táncol. Hozzá! Thank you.
Thank you.
Elérkeztünk a műsor vége felé, még két műsorszám van hátra. Ez a mind a kettő finálé műsorszám. Szeretném megkérni az összes néptáncost, hogy gyertek föl azon a lépcsőn, és álljatok be. Ide a zenekar mögé ropogtató, csillagrúgó, fellegőző szikervő. Oda, a túloldalra, hátra, kerekülő és zúgóba a csoport. Amíg jönnek fel, addig elmondom, hogy miről van szó, mit fognak látni. Az első finálé számunkban a kerekülő és a zúgópatak együtt több mint 30 gyerek egy játékfűzést ad elő. Tavaly már láthatták önök ezt a műsorszámot, akkor a zúgópatak egyedül adta elő. A műsorszám címe Papatyi lámpása a liba legelő. Mi ez a papatyi lámpása? Hát van egy olyan növényünk a gyermekláncfűz, a pipipang, aminek van sok-sok más neve, pimpimpári, ütetej, pimpangfű, pimpimpári virág, éjjeli lámpa vagy papatyi lámpása. Ez is megjelenik a műsorban. Ezután egy másik finálószám következik, a ropogtató csillagokba fellegző szökelő 41 gyerek fog együtt felcsíki táncokat táncolni, és ezzel szeretnénk megköszönni az ittlétüket, ezt a mai estét méltóképpen befejezni, és hát nagyon örülünk neki, hogy ebben az utolsó zárószámban a legfeljebb a másodikos, a legidősebb 9-es, hogy ilyen nagy korosztály együtt meg tudni mozgatni. Kérem, hogy figyeljék a tánclépéseket, mert a tapsolás, táncolás után lent az aulában egy rövid közös táncolásra hívjuk az egész társaságot, akik itt ültek a nézőtéren, itt ülnek a nézőtéren, és a tánclépéseket el lehet lesni előre is. Gyerekektől, akik ügyesen eltáncolják, csokiján, fagyél, bombon, valami ilyesmi. Tehát papatyi lámpása a liba legelő, és elcsíki finálé következik. Yeah.
Thank you.